egyedül, sok-sok szeretettel küldik a nótát a kis Gyulának, a 40. születésnapjára, Tiszalócra, és küldi rá a szép feleség, az Anasztázia, és még három gyermeke, a Simonetta, a Milán és a Sebastian. És üzenik, hogy nagyon szeretik az édesapjukat, Szasztó Basszalé, és akkor a három gyermeke mondja. Drága jó apám, köszöntelek én születésed napján, nagyon boldog én, ezt kívánom. Ez az? A te kislányom, a Simonetta, számtalan év közöttünk marad, ezt kívánjuk mi. Hoppá! A te két fiam, a Milán és a Sebastian, számtalan év közöttünk marad. Édes, drága, jó apám, a Gyulának speciális az, az Isten éltessen soká, hogy mindig jó kedvű legyél, ezt kívánják néked a gyermekeid. Igaz szó? Tudom, sokan szenvedtél, tudom, hogy mindent megtettél, tudom, nagy áldozatot hoztál, ahhoz, hogy elnevelhessél. Drága jó apám, ez az? Köszöntelek én, a Simonetta mondja, nagyon boldog én, ezt kívánom. Ez az? A te kislányom, számtalan év közöttünk marad, ezt kívánjuk. Hoppá! A három gyermekem, igaz szó, számtalan év közöttünk marad. Hát akkor figyeljük, még mindig a kis Gyulának szól a 40. születésnapjára, drága szép feleségétől, az Anasztáziától, és ebben üzeni, hogy nagyon-nagyon szeretni Szasztó. Robogon, hozd vissza nekem, megkosod a szívem, ha nincs mellettem, szeretem nagyon, ő az én angyalom. Robogonat, hozd vissza nekem, megkosod a szívem, ha nincs mellettem, szeretem nagyon, ő az én angyalom. Egy szolgatú, ez az, levelet írva, hoppá, tölt szíve, hagytál engem, miért kell a szíve? Ez az! Levelet írva a Gyulának speciális!